Megérkezett a Yellow Bank számla a Raiffeisentől. Yellow, a neked való bankszámla. Na, sziustok! Már is folytatódik a Mi a TikTokod elődöntője, ahol 12 mindenre elszánt TikToker fogja bizonyítani, hogy képesek megújulni, és nincsenek még betiktokosodva. Ebben a fordulóban a zsűri feladatait kell teljesíteniük, és így derül ki, hogy ki lesz az, aki tovább jut a döntőbe, és végül kinek van esélye megnyerni a Magyarország TikTokere címet. A zsűri, aki ma is TikTok formában van, a gyönyörű Molnár Nini, a gyönyörű Turai Barna, a gyönyörű Csabi 1 és a gyönyörű Hajós András. Lássuk, kik azok az elődöntősök, akik ma bekerülnek a TikTok titkos laboratóriumába. László Adrien, tudjátok, neki volt az a kis zömök Rubintrékára táncoló kutyája. Általában a kutyusomról posztolok. Kérem szépen a zenét, és indulhat a kőkemény popsi csípő formálás. Mindig középen! Az volt a feladat, hogy vagy kutyás unboxing videó, vagy beauty videó. Sziasztok! Köszönjük szépen, hogy benn lehetünk a versenyben. A feladatnak az unboxingos videót választottuk, és már meg is csináltuk, most fogjuk elküldeni nem sokára. Azért választottuk ezt a feladatot, mert ez a kiskutya itt mellettem egy igazi unboxing champion, még azt is kibontja, ami nem az övé. Szeretnél ajándékot bontani? Ezt én ezt akartam látni. Szerintem. Jaj, a ruhásat választottad. Ez a legcukibb. Lelki társad ez a... Na, tetszik az új ajándékod? Nem. Úristen, de olcsók vagytok. Ennyi elég. Nagyon cuki. Jaj, de jó. Én meglátom a kutya szemébe egyébként azt, én szerintem üzent egy picit ebbe a videóba, hogy... Mind Britney Spears? Az, hogy nem akarom, hogy anya ezt csinálja velem, de nem tudok mit tenni. Nekem nagyon tetszett a kutyus arca, apámra emlékeztet, amikor mindig ugyanazt vettem neki karácsonyra, és egy idő után már kisen nyitotta, és azt mondta, hogy köszönöm, mindig erre vágytam. És így letette. Körülbelül ilyen arccal ült abba, nyilvánvalóan őt nagyon boldoggá tevő kék sapkában. Bernát Roland, emlékeztek, ő egy ötletes jópofa videót csinált arról, hogy hogyan írjunk CV-t. Volt, aki szerette, András, neked annyira nem jött be. Szeretem, hogyha valamiben tudok segíteni másoknak, és ezt kombinálva készítem a TikTok videóimat. Milyen önéletrajzot ne adj le egy munkáltatónak. Mutatom a mostani kedvenceimet. Képet ne legyen csücsörítős, cicikirakós. Ezt inkább a Tinderre töltsd fel. Ne egy telefonnal lefotózott önéletrajzot küldj el, nem én fogom bogarászni, hogy mit akarsz mondani. Egy munkaadó az önéletrajzokat szkeneli és nem bogarásza. Úgyhogy ezzel nagyban csökkented az esélyeidet. Ne egy értelmezhetetlen, megnyithatatlan linket küldj. Ha Google Drive-ról osztod meg, legalább legyek hozzáadva. Az volt a feladata, hogy kifordított humorral csináljon egy olyan videót, amiben történik valami váratlan. Nézzük a reakció videóját. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy bekerülhettem a Top 12 közé a Mi a TikTokod nevű versenyen. Az elismerési listámra ez is felkerült valahova, de hát nézzük meg, hogy milyen volt elkészítenem a verseny videómat. Táncolós tátogós hülyékkel egy TikTok versenyen veszek részt. De legalább első lettem, s nyertem vele egy csomó pénzt. Tudom, ha márkát építek, marketingről kéne, hogy beszéljek. De a figyelmedet megtartottam, így nincs mit tovább tetéznem. Megyek ezt a labdás videót, inkább újra megnézem. Ez jó lehet, nagyon, nagyon. Tak. Egy verset András is mondott közben, tök ötletes András, volt. András, olyan fancsali képet vágsz. Nem, csak egyszerűen nem tetszik, és nem tudok uralkodni az érzelmeimben. Nem már. Amikor anyám hátulról megszólt a rózsával, hogy az ünnepén énekeljek, akkor szerepeltem így. Anyáknak jár ünnepére. Gonosz vagy, András, szerintem tök jó volt. Tempos volt, rímelt, humor is volt benne. Fel se fogtam, hogy mi történik, annyira gyors volt, úgyhogy. Kicsit azért úgy odaszúrt ennek az, a versenynek is odaszúrt, a TikToknak is odaszúrt. Jó. És így csettintésre váltotta a ruhákat is, tehát 3-4 inget váltott. Nekem ez még soha nem sikerült. De ezeket nehéz megcsinálni, ezeket a vágásokat. Tudom.
áttűnéseket. Ilyen rossz indulatú vénembernek is nehéz lenni, mint én vagyok. Próbáljátok meg egyszer. A Stand Up Budapest a következő elődöntős. Rá azt mondtátok, hogy igényes, minőségi humor. Ilyen mindenféle sznobokat kifigurázó videókkal szoktunk így támadni rátok. 21, és se kocsi, se dombornyomot. Félre ne érts, én nem a pénzt nézem, hanem az anyagiakat. Így kérdezgettem, hogy hova utazgat, azt mondja, Bakony, Balcsi, Tiszató. Hát mondom, érted, a Tisza az nem egy folyó, bár tudom, mennyit én itthon vagyok, miattam akár hegy is lehetne. És most az volt a feladat, amit kértetek tőlük, hogy fordítsák meg, és most örüljenek. Tehát egy olyan videót csináljanak, amiben egy jól sikerült randiról számolnak be. Sziasztok! Nem tudjuk, hogy most mit kéne csinálni, nem, már megcsináltunk pár videót, a gázsról meg még mindig nincsen szó, hogy akkor ez most pénz lesz, vagy értékes tárgyeremény. Reméljük, hogy a pénz és hát, a igen. Cikk mellett azért ez is jár valamivel, ha már. De azért tényleg hálásak vagyunk, hogy ideig eljuthattunk, főleg, hogy mindig próbáltunk valami egyedit nyújtani az egészben. Igen, és még annyi, nem akarok a pénzre visszatérni, de hogy mi könyvet vennénk belőle, meg könyveszekrényeket, és valószínűleg, ha nem is olvasnánk el a könyveket, de a címeit idéznénk azt a társaságba, és igazából ez a lényeg, mert a szellemi fölényt bőve meg tud ennyivel szerezni. Azzal sincsen semmi gond, hogyha nem mi leszünk az elsők, akkor szépen ráállunk itt a tátogásra, táncolásra, trendeknek a lemásolására. Nem, tudjuk, hogy ez hozza a követőket, akkor jönnek oda szelfizni, képet csinál, szponzoroknak ez jön be. És okozna ez nekünk különösebb lelkis megfúrást? Igazából nem. Mesélj, Ádi, hogy sikerült a randi? Hát figyelj, elvittem kávézni Buenos Airesbe, semmi extra, mert még így az elején vagyunk, de tudod, hogy mit rendel? Egy vulkáni kőzeten termesztett fúziós Hawaii. De várjál már amúgy, hát neked is az a kedvenced. Igen, aztán szóba kerültek ezek a Pegasus szőrlátté és hóleopárd frappé és pörkölt májva cukros izék, és hogy legszívesebben ő is, meg én is szivárványt hánynánk a Burberry táskákba ezektől. Hát amúgy ez az, most kávét iszunk, vagy Disneylandet, döntsük már el. Pontosan, és tudod, hogy mivel zárt a végén? Hogy Ádám, kávét 1600 méter felett talán, 20.000 forint alatt semmi esetre sem iszunk. Hát a szívembe talált ezzel a mondattal. Ez milyen szép, és amúgy milyen deep. Végre egy normális csaj. Bárcsak én is találkoznék egyszer egy ilyennel. Fox, figyelj, mesélte, hogy a legjobb barátnője csak Ming dinasztia beli császárcsészékből halandó inni a kávét, mert abból a legfinomabb, és még Xing Li. Micsoda? Komolyan? Na jól van, apukám, ezt húzd le, aztán mutasd pár jaktos képet róla. Fú, ez nagyon jó lett, Pablo. Oké. Okay. Lehet, hogy azért nem találjuk ezt már annyira viccesnek, mert hogy Frey Tamás elhitette velünk, hogy ez normális. Egyébként lehet, hogy azért nem találjuk viccesnek, mert nem az. Ezt ne zárjuk ki, ezt a lehetőséget. Soha, és merjük kimondani. Ezt szerintem ez nem lett annyira vicces. De szerintem egyébként tök jó, meg azért alapvetően színvonalas, és amiket eddig láttunk tőlük, meg a bemutatkozó videó, ami már önmagában megállta a helyét, szerintem azért az egy nagyon minőségi cú. Jó, hát később majd eldöntitek, hogy ott van-e a helyük a legjobb négy között, vagy nem. Annyit mondok nektek, hogy ratatata, emlékeztek még? Úgy van, Ferko és Tepi a testvérpár, akik a Begin nyújtottátok elő, és Barna azt mondta, hogy ezért vagyunk itt, önfelett, önazonos. Cuki! Körülbelül 2 hónapja kezdtük el a TikTokot, és 66 ezer követünk lett. De én ezt nem tudom, hogy sikerült. Imádtátok őket. Bekerültünk. Szóval nagyon örülünk, hogy bekerültünk a legjobb 12-be. Ha én tudom, hogy Hajós András is a székben ül, akkor biztos, hogy nem hagyok olyan hamisat énekelni a kislánnyal. Hú, ez nagyon nehéz. Nagyon megörültem, amikor hívtak Ferko. Hú. De volt nehéz, hogy a nyelv. Nem tudtam kimondani, meg a hang. Nagyon sokat gyakoroltam, és csak a nyelv, meg a hang. Jó, eltem ki. De itt nagyon sikerült. Igen! Rendezvous, 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 rendezvous
Istenem. És igazi gitározás volt. Figyeltem a kezét. Maximálisan teljesítették a feladatot. Csodálatos. Őszinte, jókedvű, teljesen igaz tartaló, úgyhogy nekem ez tetszik, ez tényleg. Egy picit a franciából olyan volt, mint ahogy szerintem izlandi bevándorló. Hát Izlandra bevándorolt lengyelek gyerekei tanulnak meg franciául így, de felismerek. Én se tudnám lenni ezt ebben egyébként a francia nyelvet művelni. Ne feledjétek, nem csak a zsűri értéke, hanem ti is. Hogyha azt akarjátok, hogy a ti kedvencetek legyen a közönségdíjas, akkor keressétek a TikTokján a Mi a TikTokod és az elődöntős vagyok hashtageket, és dobjatok egy lájkot a videóra. Nézzük azokat a nyereményeket, amiért harcba indultak TikTokkereink. A műsor fődíjasa Magyarország TikTokkere egy Nova 9-es okostelefont és egy GT3-as okosórát kap a Huawei felajánlásából, valamint közös posztot készíthet egy vezető influencerrel. Az Index együttműködésében címlapon szerepelhet az Index, a Velvet vagy a Femina oldalán, és szerződési lehetőséget kap az E-Factor Agency-től, ahol egy vezető talentmenedzser segíti majd TikTok karrierjét. A Raiffeisen felajánlása 200 ezer forint különdíj Raiffeisen Yellow bankszámlán a fiatal tehetségek támogatására. A közönségdíjas pedig részt vehet az Index Mentor programjában, amelyről bővebben az Index TikTok oldalán tájékozódhattok.